itt történik a sebkötözés, a vizsgálatok, az EKG vizsgálat, vérvétel, INR vizsgálat, esetleg injekciózás. Az új egészségügyi centrum rendelő szobáját és eszközeit mutatja az intézmény munkatársa. A legtöbb beteg sérüléssel érkezik, de a magas vérnyomás és a szív probléma is jellemző. A nyíregyházi hajléktalanok házi orvosi ellátása május 1-ével alakult át 24 órás ellátássá, amelyhez a Tokaji úti albérlők háza biztosít helyet. A betegek elsősorban a kórházból jönnek. Ez azt jelenti, hogy a kórházban a kezelést megkapta, és azok a betegeknek, akiknek van otthona, hazamennek, és ott lábadoznak. Így a nevünkben is benne van, hogy hajléktalan lábadozó. Ez azt jelenti, hogy a kórházból ide jönnek tovább a betegek, itt lábadoznak, gyógyulnak, további egészségügyi kezelésben részesülnek, kötözés, esetleg injekciózás, volumenpótlás, és amikor meggyógyulnak, akkor próbálunk segíteni az elhelyezésben is, hogyha lehet, ne kerüljenek újra utcára. Akár csak egy kórházi szoba, jelenleg 10 főt tud fogadni a centrum lábadozó részlege, de a tágas tereknek köszönhetően krízis időszakban további ágyakkal bővíthető a férőhelyek száma. Nagyon fontos a szociális munkás, nem tudunk haladni a betegekkel, nem tudom őket küldeni szakvizsgálatokra, mert nincs, aki elkísérje. A centrum egy hónapja működik, így az egyre bővülő tapasztalatok alapján szükség van még a finom hangolásra. Az országban amúgy egyedülálló, hogy az önkormányzat biztosítja a hajléktalanok 24 órás szervezett egészségügyi ellátását. A központnak munkája során persze sok mindenkivel együtt kell működnie. Globálisan mindenkivel, aki a hajléktalan ellátásban részt vesz, tehát a szociális és az egészségügyi szervezetekkel, ez azt jelenti, hogy az összes szociális hálózat, aki Nyíregyházán biztosítja a hajléktalanoknak az ellátását, akik felfedezhetik, találhatják, megtalálhatják a hajléktalant és rászorulót. Ugyanakkor természetesen a egyéb más egészségügyi szolgáltatás, kórház, vagy más bármilyen egészségügyben járatos szakember, mely amikor felveszik az orvos vezetővel a kapcsolatot is, gyakorlatilag ő szakmai elvek alapján dönti el, és nyilván hely, mert azért ugye limitált a helyünk, döntik el, hogy fel tudjuk venni, és a továbbiakban itt kerül gyógyításra, a további ellátása a beteg. A beteg és nővérszobák mellett étkező és más kiszolgáló helyiségek kaptak helyet az intézményben, amelyben az orvosok és szakdolgozók mellett technikai és szociális munkás is dolgozik. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a hajléktalanok örülnek az új szolgáltatásoknak, van igény azokra a körükben.